Sziasztok! Mivel megérkeztünk az év utolsó MikroTik sortjához, és hát ha belegondolok, hogy micsoda út vezetett idáig, hány részt vettünk fel, hány bakit hány nagyszerű lehetőségét és funkcionálitását dolgoztuk fel a routeros mozgalmas év volt. Ígérem, hogy a következő sem lesz unalmas, és nagyon klassz új részekkel fogunk készülni, új témákat fogunk feldolgozni, feldolgozzuk majd nyilván az új professzorok, az új RouterOS képességek lehetőségeit. Tartsatok velünk az elkövetkezendő évben is. Az év utolsó sortjára nyilván nem üres kézzel érkeztem, hoztam egy kis ajándékot is. Nem én leszek az ajándék, hanem egy apróság, amit a 7-es RouterOS implementációjában találtunk, ha lehet így mondani. Egy részben dokumentált karácsony ajándékról van szó. 7.4 beta 4 óta létezik ugyanis egy olyan lehetőség, hogy a DHCP szerverhez tetszőleges vendor class matcher lehetőséget lehet írni. Mit is jelent ez? Nyilván ismertek, demózni is fogom, és megmutatom, hogy mire lehet használni ezt az izgalmas lehetőséget. Előttem egy 7.12-es routerost futtató router, illetve hát egy ahhoz kapcsolódó kliens, korábbi DHCP labokból már találkozhattatok ezzel a installációval. Annyi változás történt, hogy ez a DHCP szerver most egy egyszerű offline DHCP, tehát csak ezen a routeren fut, nincs rádiusz bevonva, nincs más varázslat. A következőt szeretnénk elérni. Ha adott egy olyan eset, hogy bizonyos hostokat nem tudunk valamiért a megcímükkel kifejezetten megnevezni, mert mondjuk azok random megcímmel jönnek, vagy elfelejtettük őket feljegyezni, de esetleg van a DHCP requestben egy olyan információ, amire tudunk támaszkodni, az option matcher segítségével ezekre az optionökre, legyen az akár hostname, legyen vendor class, vagy akár vendor ID, tudunk ö, saját IP pult hozzárendelni. Tehát még egyszer lefordítva, hogy, hogy könnyebben érthető legyen, van mondjuk egy APC szünetmentesünk, amit csak úgy majd valaki egyszer be fog dugni a hálózatunkba, de még nem tudjuk, hogy mi a megcíme. Az APC például a saját szünetmenteseinek az Ethernetes Management kártyájában amikor a DHCP requestet küldi, akkor küld egy olyan vendor class nevezetű attribútumot, amiben az APC felirat szerepel. És hogyha nyilván ezt az attribútumot el tudjuk olvasni, akkor az előre valamilyen tetszőleges IP cím tartományt, vagy akár egy kifejezett IP címet is hozzá tudunk rendelni. Azért az elég jól hangzik. Az én példámban most nem a vendor class fogunk játszani, hanem a hostname azt a példát fogjuk megvalósítani, hogy van egy kifejezett, meghatározott router identity-vel elnevezett mikrotik kliensünk, akinek egy meghatározott tartományból, jelen esetben két cím közül szeretnénk kifejezetten majd IP-címet osztani a DHCP-szerverünkből. Ahhoz, hogy ez működjön, nyilván kell egy működő DHCP-szerver de ezt látjátok is, hogy itt az Ether 10-es interfészen ez már elkészült, meg van hozzá a network definíció, sőt, nyilván élő címbérlet is van, hiszen ez a kliens már most is kap IP címet. Az lesz majd a cél, azt szeretnénk elérni, hogy ne, ettől a, ne ebből a kettőtől négyig tartó tartományból kapjon majd a kliensünk IP címet, hanem egy magasabb, az 5-6 között tartó tartományból kerüljön kiosztásra. És nyilván majd segítségül fogjuk hívni a az Option Matcher nevezetű lehetőséget, funkciót, amelyet, mint látjátok, három fülel odébb találtok meg a DHCP szerver konfigurációjában. A kliensben nincs semmi izgalom, egyszerű DHCP kliens van konfigurálva rajta. Nézzük, hogy a szerver oldalon mi kell ahhoz, hogy ezt az Optiont olvasni tudjuk, illetve meg tudjuk belőle szerezni a szükséges információt. Első lépésnek letiltom a kliensben a DHCP kliens lehetőséget, hogy maga a líz a címbérlet kerüljön törlésre, és kérjen majd új címbérletet a, a kliensünk, ugyanis szeretném majd megvizsgálni, hogy valójában ebben a requestben milyen információk vannak benne, milyen mozgástere, milyen lehetőségem van. Ehhez viszont szükségem van a log eseményeimnek a bővítésére. Megyek a System Logging menüpont alá, és föl fogom venni a DHCP topikot, mint logolandó eseményt, Egyszerűen a memóriába elegendő nekem, hogy itt a megnyitott logablakban jelentkezzen ez az új információ. Engedélyezem újra a DHCP kliensemet, és megvizsgáljuk a logban a kapott DHCP request tartalmát. És itt látjátok, hogy a kliens a hostname paramétert fogja küldeni mint extra paramétert, és pontosan ezt a, a, paramétert szeretnénk, ez alapján a paraméter alapján szeretnénk majd ő hozzá egy, egy, dedikált, egy speciális IP cím tartományt hozzárendelni. Nézzük is meg, hogy a meccserben ezt hogy kell fölkonfigurálni. Átkattintok az Option meccserre, hozzáadok egy új meccsert. Ez az MT, amit kezelünk, ezt a bugyuta nevet adom neki, hozzá fogok hozzá kapcsolni egy adresszpult majd, mert hogy adresspult lehet. Hát ennél a beállításnál most rögtön mehetünk is az IP pools menüpont alá, és föl kellene vennünk azt a tartományt, amiből ezek a kifejezetten kívánatos vagy kívánt készülékek kapnak majd IP címet. Ennek is ezt a bugyuta nevet adom, az MT és a 10.1.2. 5, illetve 6-os IP cím lehet, hát akár most elegendő, én megelégszem csak az 5 hiszen tudom, hogy csak egy ilyen készülék létezhet, nem fogok vele fennakadást, vagy éppenséggel ütközést okozni. Nyilván amint a pult hozzáadtam, elérhetővé kell, hogy váljon a legördülő menümben. És most kezdünk magával az optionnel foglalkozni, de hát ugye tudnom kellene azt, hogy a hostname paraméter az melyik option kód névre hallgat. Ilyenkor nincs más lehetőségünk, mint vissza a gyökerekhez, az elő kell vennünk az ilyen vonatkozó dokumentációját, és meg kell néznünk, hogy a DHCP terminológiája szerint a hostname mező az milyen ID-ra, milyen option kódra hallgat, és mint látjátok, itt azonnal meg is találtam, sőt már csaltam és kikerestem előre, a 12-es option kódot fogjuk majd vizsgálni. Hát vissza a option kód 12, és a value az pedig a test kliens lesz, hogy ezt a nevet küldi, mint ami router identity-nek is konfigurálva van. Tehát test kötőjel client. És ezzel meg is vagyunk. Egy apróság még, hogy nem feltétlenül szeretnénk ezt, hogy minden DHCP szerver esetén így, nyilván exaktul is megadhatom, hogy melyik DHCP szerver kiszolgálása kapcsán történjen ez az option matching. Ezzel meg is volnánk, nézzük akkor a címbérleteket. Jelenleg a 4-es IP címet kapta ez a kliens, hiszen, ha emlékeztek, akkor a poolban látszódott, hogy az eredeti poolom az mindössze 2-től 4-ig tart, ugye a mikrotik sajátossága, hogy hátulról kezdi el mindig feltölteni a poolokat, és ha most ez a meccserünk működik, akkor a kliensünk a következő próbálkozásnál, tehát láthatjátok, le is tiltottam már a, a klienst, a következő próbálkozásánál már az ötös IP címet fogja kapni. Hát ilyen egyszerű, és egy nagyon klassz lehetőség ez, amiről szó van. Egy apróság hiányzik, sajnos az Option Matchernél jelenleg nem lehet wildcardot, illetve regex kifejezéseket használni, tehát bonyolultabb, összetettebb nevekre nem lehet illeszkedő mintákat írni, de ami késik, nem múlik, biztos, hogy előbb-utóbb ezt is megkapjuk ajándékként. Örülök, hogy idén velem tartottatok, kövessetek jövőre is, ígérem, nem lesz hiába való. Sziasztok!